nyolcadik alkalommal rendezték meg a Berekai Éva országos népi ékszerkiállítást és konferenciát. A nap Nagy Gyöngyi népi iparművész előadásával kezdődött, melynek témája a hímzés minták alkalmazásainak veszélyei és lehetőségei voltak, mondta Komjáthy Tamásné, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Nagyon szeretnénk, meg ahogy lehetett is hallani, egy pár beszédet szerettünk volna az alkotókkal létrehozni, és azokra a veszélyekre felhívni a figyelmet, amelyek az alkotás közben, avval, hogy a hímzés mintákat veszik át és dolgozzák fel a gyöngyfűzésben, hogy ott mire kell ügyelni, milyen buktatói vannak egy-egy tevékenységnek. Nagyon szépen bemutatta Gyöngyi annak a folyamatát egyébként, hogy amikor valaki eldönti, hogy egy hímzés mintát visz át egy gyöngyszövésbe, akkor milyen kutató munka előzi meg, milyen fázisokat kell szépen végig gondolni és végigvinni ahhoz, hogy abból tényleg egy minőségi használható tárgy készüljön. Az előadásokat a délutáni programban ékszerkiállítás megnyitó követte a Tolna megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. A műtárgyakat három kategóriában lehetett nevezni. A kiállított tárgyak Tolnán két hétig lesznek láthatóak, mondta az elnök. Három kategóriában hirdettük meg a pályázatot, a hagyományos kategóriában, az újra gondolt népiparművészeti kategóriában és a férfi ékszer kategóriában. Nagyon szép munkák jöttek be az alkotóktól, háromtagú zsűri bírálta el a munkákat. Nagyon örvendetes volt, hogy az előző évekhez képest igazából sokkal több férfi ékszer került bemutatásra és kerülhet kiállításra, és nagyon az előző évekhez képest ugye túlnyomó rész gyöngyalkotások voltak, most szaruból, csontból, részből, tojássárgájából, nem is tudom még, gyümölcsmagból, mindenféléből készítettek nagyon szép kis medálokat, karkötőket és nyakláncokat, óraláncot például szaruból a férfi ékszernek. Tehát nagyon kinyílt a pályázóknak a fantáziája, és kicsit megmutatta azt, hogy régen a paraszti világban milyen leleményesek voltak az emberek, és mennyi mindent tudtak felhasználni a saját maguk díszítésére is. A rendezvény 22 év alatt nagy fejlődésen ment keresztül. Hogyha a legelsőre visszagondolok, ott szinte csak fűzött gyöngyök voltak, valamint talán lószőrből készült ékszerek, és egy-két kovácsolt vas ékszer, amit egy szekszárdi egyesületi tagunk készített. Nagyon nagy fejlődésen megy keresztül egyébként a gyöngyfűző társadalom is, és hát a nagyszerű, hogy bekapcsolódtak igazából kovácsok, szarufaragók, fafaragók is, akár csuhészalma készítők is a pályázatba is elkezdtek ékszerekben, népi ékszerekben gondolkodni. Gosztonyi Zoltán, kaposvári faragómester, népi iparművész alkotásai is megtekintetőek voltak a kiállításon. Hát a férfi ékszer kapcsán az gondoltam, ami férfias jellegű dolog legyen, tehát nem egy agyon díszített karcot, ugye kedvenc díszítő elemeim az életfa, a szarvas, a virágok, a madarak, tehát ezeket mind lehet karcolni. Ez egy érdekes somogyi technika, amit én használok egyébként, ez a karcolás. Viszont amit most a férfi viseletbe választottam, ez egy szarvas, nyakba való szarvas lenne, mégpedig az Alföldön nemrég ásatásból előkerült szkita szarvasnak a motivumvilága tetszett meg, és egy kicsit tovább gondolva ezt alkalmaztam erre a nyakba valónak. És még egy kicsit, ugye a csont az egy fehér alapanyag, tehát egy rikító, és női ékszerként remekül mutat, de úgy gondoltam, hogy egy picit patinázok rajta. Tehát egy vadonatúj darab, de úgy néz ki, mint legalábbis úgy szerettem volna, hogy úgy nézzen ki, mint egy kicsit régebbi, egy agyon használt és mindennapos használatra alkalmas ékszer legyen. Jókainé Gombos Beatrix egy különleges,
tojás ékkő kollekcióval pályázott a kiállításra. Én tulajdonképpen, mint néprajzos, néprajzkutató vettem ebben a munkában részt. Nagyon különleges adatokra találtam. Gyimesben, Háromszéken egy-egy pici kis töredékes adat vonatkozott arra, hogy a húsvéti tojást, hogyha a legény 7 évig megőrzi, az összeszárad belülről. És utána, ha ezt feltöri, a fehérje, mint hogyha borostyánná változna, egy különleges anyag keletkezik, és ezt, hogyha megmunkálja, akár gyűrűt is lehet belőle készíteni, és a lány, akit meglocsolt és ajándékként kapta ezt a tojást, tulajdonképpen egy szerelmi ajándékként egy jegygyűrű formájában tudja ezt viszonozni. És nagyon kíváncsi voltam, hogy ennek a történetnek van egyáltalán fizikai alapja, mi ez az anyag, ez a kicsapódott tojásfehérje, hiszen tudjuk, hogy főtt tojásról van szó húsvétkor, ami keletkezik a sok év összeszáradás után. És ekkor fordultam Fehér Vilmoshoz, hogy keressünk ilyen tojásokat, és nézzük meg, hogy valóban ez csiszolható, alakítható-e. És így első körben egy gyűrű készült el, majd utána, amikor láttuk, hogy valóban megmunkálható ez az anyag, akkor egy karperecés, egy hajfésű is készült, és ezt nyújtottuk be erre a pályázatra. Mindenképpen szeretnénk tovább folytatni ezt a kísérletet, hiszen szeretnénk magát az anyagot is jobban megismerni, hogy tudjuk ezt mi magunk is már tudatosan előállítani. Mennyi ideig kell főzni a tojást, hány évig kell őrizni, milyen hőmérsékleten, milyen páratartalomban tárolni, hogy ez valóban felhasználható legyen. Tehát egy fizikai, kémiai kísérletezés fog következni. A szervezők az eseményt a szokásokhoz híven 3 év múlva tervezik újra megrendezni.